Na, sziasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő 7 Days to Die videóval. Nagyon szépen köszönöm a kitartást és a türelmet, főleg most már azt mondhatom, hogy Kolompár Démon Hillnak leginkább, mert iszonyatosan sokáig kellett neki várnia, és mindig megkérdezte, hogy mikor lesz a következő rész. Én meg nem válaszoltam neki, mert nem tudtam. Na! Akkor izé van, 21.49 jönni fognak éjjel a zombik, nem tudom, éjszaka kellene valamit csinálnom. Hát szerintem kellene, bár... Nagyon idegesít, és hol raktam én a izéket? Nem voltak nekem gyertyáim? Én úgy emlékeztem, hogy voltak. Ilyen baromi sötét van, ez engem zavaróan. Zavaró hatással van rám, és szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk. Nem baj. Ezt lehet, hogy ezt meg is eszem. Ez hidratációt visz, ez jobban viszi a hidratációt, viszont ez... Ez mi a szar? Mi ez a izé? Ez mik ezek a jelek? A betű. Még mindig ismerkedtünk ugye az Alpha 16-tal. Ha kihagytunk egy csomó időt. Ja, ezt el kéne raknom. Itt van a hiszen a izé. Itt a gyertya. Itt a gyertya, hol a gyertya? Ezt ilyenkor berakhatnál az izébe, az gyors barra vagy milyen. Ezt én ide leraktam ezt a izét, ezt a claim blokkot? Ja, mert meg akartam tudni ugye, hogy történik-e az, amire gondoltam, hogy az nekem jó lesz. De ez ilyen kurva sötét volt mindig a játékban, vagy egy kicsit följebb nyomja a gammát? Lehet, hogy a gammát följebb nyomjuk, nem? Hát ez nagyon durván sötét. Most nem azért a csalás miatt, hanem hogy gyakorlatilag olyan fura. Miért 70%? Ez nem izén kéne lenni ilyen? Jó, rakjuk 85-re. Nem a 100%-a jó? És akkor onnan 26-ot föl meg le. Ez miért volt 75-ön? Ezt nem is értem. Ez nem vágom, hogy mi volt ebbe itt a... De még így is baromi sötét, szerintem annak a 100%-a középértéke, ugye? Hát tudti, egyébként máshogy van már a menü egy pici, egy icipicit. Ja, hát ez legyen izébe. Legyen ez a ez a középérték, és akkor innen lehet lejjebb, meg följebb. Na, jó van, 101%. De így is baromi sötét van, úgyhogy ez nem csalásnak minősülő dolog. Hát nézd meg, ugyanaz. Hát éjszaka nagyon nem tudom, mit fogok csinálni. Nem akarok nagyon legénykedni. Úgy mondják, legénykedés. Nem tudom, mert hangos a játék. Most nagyon idegesítenek itt ezek a dolgok. Hát elvileg nem. Na, szétverjük ezt az egészet, mert nincs rá szükségünk. Az bezzeg nem írtátok meg, hogy az a forge az akkor most ezután nem fog működni. Ezt meg kéne javítani. A betű. Azt megcsinálhatnánk, hogyha egyszer például valamit megjavítasz, akkor ugyanoda kerüljön vissza, nem? Megjavított állapotba. Ja, nem akarok föld alatti barlangot, bunkert csinálni most ebbe a sorozatba már. Ez egy kicsit más nasz, meg olyan nagyon egyszerű. Ezért mindenképp a föld fölött fogunk akkor héderezni. Jó hangos nekem ez az egész. Na már nő a skillünk rá. És ugye pontot kell elosztani, akkor fog nőni majd a fegyver készítésünk és a szerszám készítésünk, de hát igen, a szerszám készítésre valószínűleg fogok rakni. Ezt az ajtót is kiütjük. Nem tudom, hogyha jönne zombi, mit tudnék vele csinálni igazából, úgyhogy inkább maradjunk, próbáljunk meg kúszba maradni. Már nincs semmi, de szétütjük, akkor lesz belőle egy cső elvileg. Lassan a fájdalomcsillapítót meg bekaphatnám, azt akkor kicsit följebb menne, ugye a HP-m. És ugye ez nagyon viszi a hidratációt lefelé. Igen, és nullára le is vitte, ejhaj. Gyerekek a hűtőnek rendesen komoly hangja van. Oké, jó lesz ez. De miért írja ki kétszer a hidratációs dolgot?
Az emeletre is föl tudnak menni, attól egy kicsit félek, ezt meg is kéne. Fel kéne upgrade-elni, hogy legalább ne lassanak le, vagy nem tudom. Oké, okay. Sokat nem látunk, tudom. Odébb viszem egy kicsit ezt a szart, jó? Bocs érte, de hát ez ilyen a box. És ezt akkor látjátok, hogy mit művelek. A lényeg, ezt a lépcsőt elbontom, fölösleges. És akkor itt is lesz egy kis hely. Most a következő részben, ha túléljük, akkor mindenképp a házerősítésén akarok dolgozni. Szeretnék ugye minden később meghalni természetesen. Szeretném megerősíteni a házat, úgyhogy ugye ez bírja, talán. Így nyerünk egy kis fát is, ugye nagyon keveset. Viszonyatosan lassan jön. Azt mondja mindenki, hogy 16 eléggé nehéz, hát nem tudom. Mármint az alfa 16. Jegyezzük meg, ez a betű. Hát egyelőre megjavítom, nem csak újat, igazából kevesebb anyagból készül, jobbat úgyse csinál, ugye? 25-eset tudok most alapba. Szóval megjavítom, akkor is 23-as, és kevesebb alapanyag. Most már ugye több értelme van megjavítani a tárgyakat. Nem most, hogy csinálsz egy 86 darabot, és akkor utána már tök fölfejlődsz. Meg hát... Hoppá, meg hát kevesebb az alapanyag is. Legfontosabb dolog, hogy nagyon gyorsan így, hogy mondjam, jó védhetővé tegyem a bázist, az az lenne, hogy ugye ki tudjak lőni. És van egy ötletem arra, hogy hogy tudnám ezt megoldani, hogy a falakat hogy tudnám itt elrendezni, hogy ugye ki tudjak lőni. Megpróbálkozok majd egy olyannal. Ugye a legelején még nem lehet túl sok mindent csinálni, viszont tizet tudsz csinálni. Ezt a macskaköves dolgot, és akkor ugye abból tudsz már követ ugye készíteni kőfalakat, ami elég erős és upgrade-elhető. Egyszer ugye agyaggal, utána meg még betonnal is tudod, úgyhogy ez egy elég jó folyamat, elég erős. Arra kellene ugye ezeket a téglafalakat felhúzni. Azt hiszem, hogy fel is tudom upgrade-elni ezeket a téglafalakat is, de nem vagyok benne biztos. Vajatok? Nem, ezt csak betonnal tudom már. Uh-huh. Jó, az is egy jó dolog lesz. Ezek azt hiszem 1000-esek, ugye? 1200-asok. Az viszont nagyon jó. Kéne csinálnom egy jó kijáratot, bejáratot. Egy jó védhetőt. Egy csomó minden van a fejemben, hogy kellene, mit kellene. Ezt megjavíthatom. Ugye valamennyit romlik a minősége, de hát ez annyi baj legyen. Kár, hogy nem lehet felvenni a frame-eket, amit már ugye leütsz róla a deszkát, azt már ugye nem engedi. A legnagyobb... igen, van egy ötletem, gyerekek, hogy mit lehetne még csinálni. És ezt meg is fogom valósítani. Szerintem a következő részbe. Jobban mondva nem, ebbe a részbe, nappal. Sok minden kellene. Igen, és ennyi volt a fa, gyerekek. Kiütöttünk egy csomó mindent, és ennyi volt a fa. Ezt a burit is ki kéne csapni onnan. Ezeket a vas létesítményeket is kiüthetném. De egy csövet elvileg kellett volna kapnom, de hát úgy látszik most már ez nem jellemző. Ez fából van? Én azt hittem, hogy ez vasból. Régen ezek az asztalok, emlékszem, hogy vasból voltak ebbe a házba. Bedroll, és akkor lerakjuk valahova. Mondjuk ide a tüzelé pontosan jó. Hát van nálunk egy csomó bedroll, nem tudom minek. Hát a hetedik éjszakára mindenképp egy jó védhető bázis kellene. Gyere és táncolj, jó, megfogalmazta ebbe a játékba, hogy általában miért halnak meg az emberek. Azért, mert rohangálnak meg
ökörködnek össze-vissza. Azt megpróbálom majd kiküszöbölni. Meg attól félek, hogyha elmegyek, akkor beszpónolja a zombikat ebbe a házba. Na, attól nagyon félek, remélem, hogy ez nem így fog történni. Junior meg nyugtalan. Hát nézzük, hogy mi van nálunk, vagy mink van. Ha már egyszer. Milyen lehetőségek vannak? Riktig nincsen semmi, mi? Tudom, hát ha valami kaja vagy ilyesmi. Egyébként itt érdemes megnézni a sarkot is, mert abba is szokott ugye lenni. Arra nem látsz rá oldalról. Hoppá, mi a rák ez? 17 darab festék. Ez nem semmi. Ja, itt ugye felállsz, és akkor arra, csak akkor látsz rá. Nem mintha olyan túl sok minden lett volna benne, de azért az is hasznos dolog. Ja, az ajtót ki kell cserélnünk viszont, mert ugye az ajtóm nekem... Mit akartam kirakni? Ezt kirakom. Igen, a többit meg scrappelek. Ja. Ez is scrappelünk, mert ugye tudunk csinálni ilyen dolgokat. Mármint ebből tudok készíteni ironból, sima ironból. Scrap, szegi scrap. Egyelőre minden, ez leves. Meg kidobás ugye. Ha van egy iron csövöm, jó. Kell alapanyagot gyűjteni, marhasokat. Ez mi ez? Ez a szemét? Ez tipikus, az a szemét arra jó ott lenn, hogy rálépsz, akkor így zörög egyet, aztán ugye. Tudod, hogy jönnek, vagy más meghallja, hogy jössz. Na, jó van, iszok egy kis sört. És így az éjszaka folyamán olyan túl sok mindent nem tudok csinálni. De esetleg megnézzük akkor azt. Halál nulla. Na hát erre kellene vigyázni, hogy jó lenne, hogyha nem halnák meg sokszor. Baza, még olyan is van, hogy festés? Hát nem hiszem. Ugye itt most már egyre több dolog van, gyerekek. Na, azt kellene megnézni, hogy hol van. Block damage. Ez különben ez adja a block damage-et. Ezt meg tudnám is venni. Ugye héttel tudnám növelni, de ez ugye növekszik alapba is, úgyhogy olyanra kéne rakni. Olyanra kéne rakni, ami gyakorlatilag nem növekszik alapban. Bad mechanic, mi ez? Ezért keresek ám olyat, hogy tudjunk készíteni jobb. Aha, itt van a weapon smithing, tool smithing. Növekszik 50-nel a minősége. És nekünk most... Ha 50-nel növekszik, akkor ugye minden szinten... És ezt meg sem tudom venni még. De... egyet tudtam venni, bazd meg. Aha. Ja, 3 pont kell hozzá. Aha. De milyen 3 pont kell hozzá? Ja nem, vagy mi van? Ez mi? Szóval van 7 pontom. Hol írja? Ja, minden mindig más, oda nézed, egy több pont kell hozzá. 8-as, 9-es, 10-es szinthez ma 123 pont kell. És a 2-eshez kellett 3 pont. És ez kellett majd 9? Ja, jó van akkor. De most már akkor elvileg jobbat tudok csinálni. Ja, meg a kereskedő az nem túl messze van, ugye? Azt néztük. Ja, az elég közel van. Ja, bocs, hogy itt azok annyit, mert nagyon gondolkozok, hogy mit kéne csinálni. Akkor kellene csinálnom egy kőbaltát, egy jobbat. Crafting. Most nagyon parázok, hogy hogy jön valami, azt megöl valami, meg ilyesmi. Ez kell nekünk. És akkor ezt meg beszkrepeljük. Hát ez összesen most akkor 30-es lesz.
Nem, 50-es lesz, jó. Scrap. Ez nem túl erős. Jó. De miért 50-es? Nem vágom. Ezt nem vágom. Mennyi volt a labba? Gyerekek, mondjátok már meg. Full smitting. 1/10. És úgy 9 pont kell, és 7 pontom van ugye, talán. Ha ez is, pazd be, ez is oda, üzére, rézz oda már. Crafting minőség. Hogyha ezt megtanulom, várj akkor. És megtanultam ugye, és itt is, itt meg 9 pont kell a következőre. Akkor crafting minőségre adott most 50-et, várjál. Ugye nem 100 lett. Itt is 100, mind a kettőt fel kell húzni magyarul, vagy? Ezt nem értem. Csináljunk még egyet? Az előbb ugye azt már felhúztam az egyiket, de most a másikat is fel kellett? Hát az meg így is ott fenn, hülye vagy? Akkor még valamit fel kell? Na erre kíváncsi leszek. 3 óra 7 van, úgyhogy megyünk egyből izélni, csapatni. Mennyi nyílvesző? Most nyílvesző nem tudok craftolni. Mi van rajtam egyébként? A rövid gatya. Jó, hát ez van. Valami ezeket, a kacatokat ki kéne raknom. Mármint úgy kacatokat, amikre egyelőre nem nagyon van szükségem. Erre biztos, hogy nincs. Meg erre biztos, hogy nincs, meg erre sincs. Jó, és akkor majd gyűjtögető is életmód lesz most. Ja, meg erre sincs szerintem. Ja, gyűjtögetés lesz, viszont ezt elviszem. És se főzőerény, se semmi, nagyon faszom. Lesz itt szivás, gyerekek. Nem tudom, mit fogok enni például. Ugye? Lesznek bajok. Jó, mindegy. Nyersúsból tudok azért majd készíteni valamit. Alig várom, legger legyen. Kiütjük az ajtót instant. És akkor megyünk. Ja, várjátok, ezt le lehet ütni innen. Minden fát hasznosítunk, gyerekek. Ennek semmi értelme nincs. Meg ugye a kandalónak se sok, de hát hadd maradjon. Meg a tároló erényeket megspórolom, nem kell ugye ládát készítenem. Csak valamit ki kell találnom a védelemre, hogy ne legyek egynyire kiszolgáltatott, mert gyakorlatilag így megtámadnak. Akkor nekem sanyi se gyerekek. De majd egy frame-et rakunk. Ja, így biztos, hogy sanyi, mert hát ezeken simán áttörnek. Úgyhogy majd kicsit módosítok. Hát hosszú legyen a nap, aztán tudjunk bőven dolgozni. Akkor az úgy jó lesz nekünk. Na jó, 4 órakor ma hajnal, remélem. Ötven nyolc. Jó. Oké, gyerekek, és akkor most baromi sokat kéne dolgoznunk. Ezeket ugye már néztük. Az mi ott a távolban? Olyan, mint valami. Mint valami barlang. Na! Jó, egy csomó mindenre gondolok, hogy mit kellene csinálnom. Viszont a legnagyobb durva dolog, amit kéne csinálnom, az lenne, hogy a felső szintet gyakorlatilag, azt a házat azt néztem, várjál. Szerintem néztem. A felső szintet úgymond meg kell szüntetnem. Az vele a baj, hogy nagyon veszélyes, hogyha oda fölmennek. Ezt marha könnyen meg tudnám szüntetni. Nagyon gyorsan, hogyha egyszerűen annyit csinálnék, hogy körbe. Körbe ásnám, és akkor leszakadna az egész. És akkor így innen nyerek fát is, ugye? Ezzel az lesz, hogy gyakorlatilag leszakítom.
Összedöntöm a felső szintet. Nincs rá nekem szükségem. Mindenképp azt akarom úgyis, hogy felül az valószínűleg, hogy egy sík rész legyen, és onnan ugye tudjak lövöldözni. A városban nem megyünk természetesen. Most nem az a cél, hogy kinyírjuk magunkat. Csapszíd! Ebből még föld is jött. Ja, gyors körbeásom, és akkor leomlik, értitek, annyi lesz az egész. Az a lényeg, hogy hát a fizika nem túl jó a játékban, valószínűleg teljesen körbe kell ásnom. De a végén azért vigyázni kell, mert rádomlik, akkor ugye megdög lesz. Viszont nagyon fáradunk. Meg a kéményt is majd ki kell várnom, igen, tudom. Rájöttem, most egyelőre ne ez a projekt menjen, basszus. Az nagyon sokáig tart például, hanem akkor szerezzük már alapanyagokat, és sebezzük halára magunkat kaktuszokkal. Alapanyag szerzésbe például az egyik legfontosabb lenne, mi az, szintet léptünk? Nem tudok, hogy tudok jobb fegyvert csinálni, vagy szerszámot csinálni, úgyhogy azt meg kell tanulnom valahogy. Az a durva, most már ha kidől a fa, akkor már nem kapsz azért nagy mennyiségű izét. Fát, apró hat életbe. Régen úgy volt ugye, hogy kivágtad, folyamatosan adta, és ha kidőlt, akkor adott egy nagyobb mennyiséget. Hát ezt most már nem adja. Hú, hát ez így hosszú lesz, hogy nekem mindig izé lesz. Szarfegyóm. Hát bekészítünk párat. Nagyon keveset oda... Izé. Valami hörög. Nagyon nem akarok összetűzésbe keveredni zombikkal. Nem célom, hogy kinyírassam magam itt instant. Fa az rengeteg kell mindenhez. Ugye nagyon keveset ad is. Tényleg kell sok. Viszont a grafika az érezhetően jobban néz ki. Ajaj, elfelelkeztem a keselyükről. Elfelelkeztem a keselyükről, az szopatott ezelőtt rendesen. Az meg kettő keselyű, nem hiszem el. Ott van egy nagyobb fa, kivágjuk azt is. Lyukát adnak még az izék, kaktuszok? Jó, az egy jó dolog. Jó, pihenjünk egy picit. Ott van egy zombi, egy kúszó. Nagyon gyorsan fáradunk, még egy csomó minden tök szar. Megpróbálkozunk ilyen nagyobb fákkal is. És megpróbálkozunk azzal, hogy ne fussunk akkor, amikor nem szükséges. Nagyon gyorsan fáradunk tőle. Most megy egy zombi a ház felé, de hát jó, hadd menjen. És ebből az ilyen elszeresedett fából szerint is ad. Azt nézem. Nem tudom, hogy ez hogy fog lenni. Rengeteg alapanyag kell itt az elején már kapásból, és nagyon-nagyon lassan adja. Kéne varázsni is, mert éhen döglünk éjszaka. Úgyhogy... Van itt mindenféle probléma. Hát 200 darab ilyen fa az semmire nem lesz elég nekem az építkezésnél. Zombi. Zombikat hanyagolom. Tudom, hogy nagyobb izgalmakra vágytok, hogy zombikat öljek, de
Nem sok értelme lenne kinyiratnom magam. Igen, és ezt szedni fogom, ez kell gyerekek. Mert ugye ebből fém is jön, és ezt beszkreppelem, és akkor tudok iront, és abból tudok ugye már kapásból különböző vas védelmi elemeket készíteni, mint például vas ajtót. Viszont ez a hülye zombi az ide fog jönni, mi? Hogy rohagy meg? Ezt folyamatosan nyomkodni kell különben. Ezt nézzétek mindig, hogy izé, hogy legugoltok, hogy éppen... Na hát ez észrevett, bassza meg. És ott a madárfészek. Jegyezzük meg. És próbáljuk meg célozni. Ó, rohadt életbe. Jó volt ez, kaktusz. És ha földre kerül, akkor... ütni. Jó. Ja, hát sajnos megsebesültünk. De milyen sokfajta cuccot ez már? Régebben nem adott ennyi fajtát. Vagy ennyire szórta, nézzétek, mindig ilyen randomot dob. Leginkább régen követ adott meg csak izélyed vasat, nem? Basz, mennyi fajta? Többit is adta, csak kisebb számba, nem? Mennyi kövem van? 111 kő, a kőben jó lenne, hogyha lenne ilyen 3000, azt akkor tudnék építkezni, de építkezni ennyi kővel nem igen kell nekiállnom. Úgyhogy ebben a részben gyerekek sajnálom, de marha sok gyűjtögetés lesz, hogy fel tudjam fejleszteni a kecót. Hát jó lenne, hogyha valami szarvasfélet is látnék, váljatok. Meg ezt folyamatosan kell nyomni. Mert oké, hogy van közel harci fegyver. Én 25-ös csináltam először, most már 50-es csinálok, az jó. Oké, hogy van közel harci fegyver, de ugye... azzal az a gond, hogy valamilyen élőlényeket egyszerűen nem tudsz vele leszedni. Például ezek a kányák vagy mi a tökömök, hát ezeket is nagyon nehéz lenne. Ja, a kaját is kell szednem. Hát ha más nem, csak a lyukkákat kell szednem, de az meg nagyon keveset tud, úgyhogy annak semmi értelme megint. És így legalább fejlődik ugye ez a construction skill-em, tehát egyre nagyobb sebzést viszek be a blokkokba majd, ami az kellemes lesz. Fát gyűjtünk meg követ, most egyelőre az lesz a lényeg. Hát a kő lenne a jó, de hát annyit nem fogok tudni összeszedni, hogy abból normális védvonalakat tudjak csinálni. Úgyhogy fával kell kiegészítenem sajnos. És nagyon fáradt vagyok és nagyon lassan töltődik. Van ott kukorica esetleg, azt meg tudom enni. Csak az a gond, hogy nyersen. Én azt hiszem, hogy ahhoz kell, kell főzőerény, ha meg akarom főzni. Jön egy zombi. Megpróbálom egy kicsit okosabban és nyugodtabban játszani ezt a sorozatot itt az elején. Senkinek nem hiányzik szerintem, hogy 5 percenként meghalljak, aztán azon mérgelődjünk. A lyukkád viszont a lyukka juice-nak is tudom használni. Más nem, azért megéri. Ugye az jó, mert nem kell hozzá víz. Az elkészítéséhez nem kell hozzá főzőerény, meg semmi igazából. Jó, hát ezt a követ is ki kell vernem, bocsi. Később majd lesz rohangálás, ökörködés, de most nagyon rá kell függnöm erre a védelemre. Különben meg tudnám csinálni szerintem azokat a dolgokat, amit szeretnék, csak az a nagy baj, hogy például ezt az 1002-es blokkot kiütni, amik ugye vannak ott, azokat se egyszerű. Mármint a téglafalakat, mert azokat cserélném. Vagy akkor azokat ne cseréljük, mi? Azt ennyi a lényeg. Hát kettővel megyünk pianóba, aztán itt cserégetjük. Simultán. Jó a fekvés annak a háznak, ilyen kis magaslaton van, de viszont sík részen.
Szépen ki lehet majd ott alakítani több védelmi vonalat is. Semmiképpen nem akarok föld alá bújva létezni. Most az ajtónak a védelmét kellene jól megcsinálni. Ugye lesz egy csomó vasunk, hogy tudnak csinálni majd vasajtót. Ami egy kicsit jobban véd, tudom, hogy nem valami nagyon, de azért jobban. Meg arra is jó lenne, hogyha mindig lenne alapanyagom, hogy ugye javítanám a dolgokat. Például az ajtón, ha akarnak betörni, akkor azt ugye meg tudjam javítani. Na ezt például beszkrepeljük most így ráérő időnkbe, úgyis ez viszonylag sokáig tart. Jukka jó, gyere. Kell az. Ezek a pici kaktuszok, ezek szivatások. Viszont kell kaja majd, úgyhogy ha látunk valami kajának való dolgot, azon mi jött a távolba? Arra? Voltunk már ott? Ott még nem, nézzük már meg azt a téglaépületet. Jó lenne egy ilyen store-szerű dolgot is találni, és akkor ugye ezt ki tudnám rabolni, és akkor lenne belőle kajám. Mindegy, bazd meg gyerekek, ez mi? Ez konkrétan valami város. Aha, ez nem is kicsi. Itt egy város közvetlenül, ez nagyon durva. Jó, gyerekek, itt aztán lesz majd akció, de én ide most egyelőre nem merészkedek be. Ugye itt atom sok zombi lenne, és nem akarom azzal tölteni az időt, hogy zombik elől futok, és zombik után futok, és kutyák elől futok, és kutyák után futok, hanem próbáljuk meg inkább alapanyagot tényleg, hogy csináljuk meg a vázist. Ez... hangos volt, ahogy kidőlt. És basz, nem látok izéket annyit. Madárfészket, vagy pedig nagyon béna vagyok. Jó legyen, kaja legyen benne, semmi nincs benne, tiszta rövely. Komolyan mondom, a kajának örülök legjobban most egyelőre. Nekem semmilyen fegyver most így nem tudna felvillanyozni. Sok a zombi. Azt nézem, sok a zombi. Mondjuk lehet, hogy azért is, mert itt ilyen város közel, aztán spónolja őket rendesen. Nem akarok bemenni egyelőre. Nagyon csábító, biztos van kaja meg minden. Ott meg van víz. Elmegyünk a víz fele. Aztán akkor lesz vizem. Már nem tudom fölforralni, mert nincsen főzőerényem, úgyhogy cumizunk. Ott meg viszont, ott vaddisznó baszod. Most azt meg kéne várnom, hogy az nem támadja meg egymást, az a vaddisznó, meg az a... jó lenne megtámadná. Nem tudom, a disznó mennyire veszélyes. Azt tudom, hogy támad. Ahogy rohagy meg, a kaktusznál nem veszélyesebb, mi? Baszod meg az eget. Tönnyünk már innen el. Hogy rohadjál meg, bazd meg. Ilyen gyors léptű fiú, mi? Mögöttem meg valami kahány... Na jó van. Anyád az. Jó, meg is fertőzöttem, vagy mi a rák. Úgy gyerekek, ez kemény volt, megjettem mind a szar. A rohadt életbe, sok a zombi. Miért ilyen rohadt sok a zombi itt? Meg sok a kaktusz. Meg vaddisznó, meg kéne ölnöm. Biztos adna valamit. Várjál, kéne, abból a zombiból kéne kinyernem kést. Ha! Hogy az, hogy eltűnt, fia vagy? Mi volt az, ami eltűnt? Ki ezt akartam, hogy ezt kidobom. Csinálunk csontkést. És akkor azzal tudjuk megnyúlni. Volt egy csontkésed, bazd meg, Keeper, te hülye vagy? Hol van az a vilvaddisznó? Meg fog őket, minket ölni, mi? Meg akkor funi lesz. Egy kell kaja. Hova tűnt? Hogy van a?
Az nem támad? Picsán lőttük kétszer, jó. És tudja hol van. Híjesek vagyunk. Félek, hogy ez támadni fog, baszod. Mondom én. Hűha! Nem úgy néz ki, mintha... Nagyon menekülne. Nem látok rá, nem akarom pazarolni az nyilat. Hűha, támad! Átfutottam egy zombik közben, jó van. Jónoson, kérd nekem a kaja. Könnyi nem, balfasz? Nincs időm veled foglalkozni. Jaj, ne! Sasmadár! Jaj, nekik veszélyes a lét itt. Az élet. Mit adott? Adott valami kaját? Adott hármat. Jó, és nem büdös. Ez régen ugye szagos volt. Ez tök jó, most már nem. Vagy nem írja, vagy azt jönnek rám majd. Jó, ez megérte, ez megérte. Ah, menjünk a víz fele közben. Mert meg kéne látogatnom azt a házat, ott is szokott lenni az egy kaja. Ugye ezeket meg a Yuka Juice miatt gyűjtöm. Fúsivatagban ugye lenne rendes lyukka, az jobb lenne. Nem hangos a játék, bocs, vagy igaz. Az meg mi a fasz? Az meg mi a túros rétes? Hát lóg valami a fejéből ki. Na, olyan zombit még nem láttam, és nem is akarok közelről. Valami kilóg a fejéből. Jelöl. Szakála van ez, valami motoros gangster állat. Na, menjünk innen. Jó, undetected vagyok, fasza. Ez ki tudja, mennyire kemények ezek. Aha, ez jó hely. Jó hely. Ott másik biom van már túlfelül. Uh-huh. Jó az. Mágünk van. Már jöttök. Nem veszünk néhány ruhadarabot. Azt hittem, az egy nővérke, ugye a nővérkéből lehetne kinyerni dolgokat. Ezt meg begyűjtjük, az megesszük, nyersen más nem lesz. Nővérke általában, hogy milyen jó a víz. Régen nem volt ilyen marha jó a víz. Ja, a nővérkéből lehet jó dolgokat kinyerni most már, vagy régebben lehetett. Ugye orvosi dolgokra gondolok. Viszont ugye betegek vagyunk, nem tudom, az a fertőzés az mivé fog fajulni, hogy megdöglünk-e, vagy majd meggyógyulunk. Fogalmam sincs. És lehet, hogy nekiállok továbbra is követ gyűjteni, mert azt még mindig kell, meg még mindig kell fa. Szóval így elcseszem az időt. Jó, viszont a vadászat az megérte, úgyhogy nincs azzal semmi probléma. Ott egy kő. Ezt kiverjük onnan. Ilyen fás biomom, biztos van több élőlény is állat. Úgyhogy ide lehet, hogy majd átnézzük vadászat szempontjából, de tényleg marhára kell még figyelnünk magunkra. Ugye nincs... Persze úgy hallottam, hogy valami sikít. Aztán szerintem egy olyan dél körül, hát már lassan dél lesz. Visszamegyünk. Uh-huh. 19, ebből ezt ketté kéne vennem. Mit tudom ketté venni? Kontrollal vagy hogy?
Aha. Azért, mert megtöltök párat ilyen vízzel. Mondom, valami nyekeg itt. Nézzétek, zombi horda. Azt az betyár úr istenit. Ott van egy szarvas. Szerintem lassan hazamegyek. Ja, ott volt egy szarvas, meg egy baromi nagy zombi horda. Hát egy körülbelül 20 zombi, tök jó. Azért amikor egy ilyen rátküld a rendszer egy ilyet, akkor tudsz neki örülni. Na, megtöltjük a fele kulacsot, vagy fele üveget vízzel. Tök jó néz ki, még ilyen homokos is egy kicsit a part, vagy ilyen fura. Oké, okay. Le is üttítném magam. Ez mindjárt nem lesz olyan melegünk. Menjünk hazafele, gyerekek, jó? Indokolatlanul nem futunk, azt mondtam. Kő az még lehet, hogy kéne. Kő az töménytelen mennyiségű kéne, úgyhogy ezt még kiütöm. Ne elő... Mit csináltál? Lelőtted a követ. Ott a szarvas a vízbe is. Kettő is, basszus. Ú, gyerekek, az nagyon meg... azt meg kell ölni. Ezt ugye nagyon gyorsan, vagy nagyon könnyen meg tud ölni, mert ugye nem tud normálisan futni. Bele kéne kergetnem még jobban a vízbe, és akkor ott nagyon tudnám ütni. Gyorsan, 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 másik irányba. Ne, ne menj ki, ne menj ki, ne menj ki, gyorsan, gyorsan, ne menj ki! Baszad, menj a másik irányba. Bele a vízbe, hülye! Hopp, te fiú, pedig tök jó lett volna. Ezt belepróbálom kergetni. Menjen bele a vízbe, menjen bele a vízbe. Gyerekek, ez szerintem esett egyet. Kómázik. Menj bele a vízbe, baszod. Ez az. Na. Ez a legjobb. Be! 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 Bebe! Jó, megvárjuk, még átér egy kicsit a jobban a partra, mert akkor utána vizalat kell szedni a helyzet. Ez meg nekünk annyira nem lesz jó. Most már talán jó lesz, nehogy most meg ott meg meglépjen. Hajja. Ez pont ideális volt. A gyerekek, van kaja. És ez a folyót, ezt fogom így használni. Be fogom kergetni az állatokat. Ez nagyon jó ötlet. És még nem a fázó, fázik a csávó. Ja, azt kell, hogy akkor ide folyóba érdemes belekergetnem az állatokat, és akkor lesz folyamatosan kajám. 7 darab, az nagyon jó. Ez jó van, szuper! Szuper, gyerekek, ennek örülök. Ezt is megoldottuk, és nézzétek, mennyi zombi van. Ott egy zombi, amit ott a földön kúszott egy, ott egy szembe. Ott is egy. A házba marhára kell figyelni, hogy nehogy az legyen, hogy benn van egy zombi. De azt nem tudom, hogy miért nem látok soha madárfészket. Hantüdög vagyunk, de jó. Az igen, ilyen üzletember csávó. Kinyírjam, muszáj nekünk az? Jó lenne. Borulunk a gyillel. Tizenhat skill pontom van, ahogy elköltetem. Nagyon jó, gyerekek. Érdemes ölni zombit azért, mert ugye adért egy skill, vagy azért XP-t. Jó, szerintem egész jól állunk. Hova van elfészek végre? 20 darab, jaj, de jó. Ez igaz, hogy... sokba kerül, mert mint így fa meg követ is viszi, de az marha fontos. Jó, van gyerekek, szerintem nekiállok egy kicsit erősíteni a kecót. Na, nehogy véletlenül beszponoltak, arra kíváncsi leszek.
Egy hátizsák. Mert ezt is vettem. Jó, volt benne egy víz. Jó. Kicsit melegünk van, ezeket leszedjük, mert akkor már miért nem? Annyit meg kéne valahogy majd csinálnom, hogy ne tudjanak fölmászni ide. Itt ugye a lépcsőn fel tudnak jönni. Az nekem nagyon nem jó. Érdekes, hogy nekem miért kellett ugranom ehhez? Ja, ez, ide rakunk le mondjuk 4 blokkot, hogy ne nagyon tudjanak egyből fölmenni, vagy nem tudom. Talán akkor nem annyira akarnak. Itt simán elmegy, mi? Nem akarok pazarolni ilyenekre, hogy most így boot frame-et rakok, mert az meg... A gyerekek, próbáljuk meg bemenni. Hát nem tudom, remélem nem spawnolja be így. És én itt lakok. Ó, nem. Jó. Akkor ezek szerint ez jó. Akkor kellene nekem egy-két dolog. Mondjuk... ez kéne. Metal door, és... De viszont fel fogom tudni majd upgrade-elni, úgyhogy jó lesz. Jó, ezt nekem ez. Ezt craftolunk egyet. Viszont egy speciálisan fogom berakni, meg a kéne csinálni, az a kéne kaját csinálni, mi? Csak ez meg megint a fát zabálja. Ilyenkor kikapcsol, hogyha úgy így raktam be. Na mindegy. Kell egy ajtó, de viszont akkor kellene építőanyag. Na nézzük a kőből, mit tudok építőanyagot. Ja, ez kell izé is. Clay is. Aha, clay-t akkor kéne csinálnom, akkor kéne egy ásó. És akkor clay-t kéne gyűjtenem. Hát, az megint lassan fog menni, de kell. Sem kettőt. Közben rendezkedek, mert ezt meg akarom várni. Ezt megisszuk. Ezt elrakjuk. Ezt is elrakjuk, ez is így mondjuk kajának számító dolog talán. Ezt leszkreppeljük. Oké. Okay. Hát ez... Hát ennek most mi értelme van? Várjatok, ez nem gyógyítja meg a... Nem, a méz azt hiszem az gyógyítaná ezt a betegségemet. Mindegy. Öt darab, még kettő van vissza, 28 másodperc megvárjuk. És akkor megyünk izélni. Megyünk áskálni. Meg is jelölhetném, hogy mi a szitu. Hol kell... Jó, késő van már, az a baj. Az ajtót meg akarom csinálni úgy, ahogy én képzelem el, hogy jól védhető legyen. Úgyhogy az fontos nekem. Hát ideig kifog. Hát az a baj, ez a könyves póc, ez nekem nagyon zavar helyen van. Igazából pont itt lenne jó az ajtó, itt. De hát ugye ott pont nincs hely. Viszont ezt meg... Ja, destroy it forge. Akkor ennek tök fölösleges, hogy szét kéne csapnom. Azért nem ad belőle semmit. Megvan, hogy hogy fogom megcsinálni ezt a bejáratot. Úgy akarom megcsinálni, hogy... ha támadják, akkor tudjam védeni. És kitaláltam rá egy jó ötletet most. Az ide nekünk nem kell. Oké, okay, és akkor az... Oké, okay, és akkor ezt meg túlnap ki is veszem. Eszünk. Gyorsan, gyorsan. Az idő pénz. Izé kell négy... Ja, nincs üvegem? Miért nincsen? Akkor mégis megmerítette az összeset? Hogy rohagy meg? Nem a... Ja, nem, itt van. És ezt mondtam, Jukka Juice, gyerekek. És nem, nincs gond kajára. Nagyon király. Akkor mit akartuk? Gyorsan. Ja, izét kéne. Clay kellene, és valahonnan azért távolabbról, hogy ne itt csesszem szét. Hol jelöltem? Aha, ott. Ne itt csösszem cét kapásból, tudod. Fasznak, hörögnek.
Félek az éjszakáktól, úgyhogy azért akarok védelmet. Nem ez az? Nem ez az? Na ez lesz az, akkor itt ez Claymore. Ez van, most egy kicsit ásnom kell. És lyukka zsúzza, majd fel tudom tolni egy kicsit a kaja szintemet, vagy az ital szintemet. Klégyűjtés az jó, mert nem sok, nem nagyon kell menni érte, érted? Csak egy helyben állsz, aztán ásol. És akkor macskakő blokkot akarok csinálni, és abból térkő blokkot. Vagy macskakövet és abból térkő blokkot. És akkor az ajtót meg akarom csinálni, úgyhogy marhára jól meg tudjam védeni. Kitaláltam egy, talán egy jó ötletet, amit meg tudok valósítani akkor még az éjszaka előtt, és akkor egy jó védhető ajtórész lesz. Szóval most szükség van erre, hogy ezt csináljam. De akkor nekiállhatok közben. Ezt mennyit tudok csinálni? 166-ot. Jó. Jó, és meg is csinálom. És arra vagyok kíváncsi, hogy mennyit fogok tudni csinálni. Ez a jó, gyerekek. És az a jó, hogy ebből van pillár is. És mint egy, hú, de nagyon, ez nagyon jó lesz, gyerekek. Mit három kell? Akkor egy blokkhoz három kell. Az nagyon jó, akkor, hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó, gyerekek. Ez nagyon király. Meglássátok, ott van megint egy olyan hülye izé. Fura zombi. Olyan, mint hogyha Stalkerből jött volna. Nem tudj, sedeg, vagy undertaker-tedeg vagyunk. Egyébként a lopakodásnak szerintem sem értelme ebbe a játékba. Mármint, hogyha legugolsz, szerintem ugyanúgy észrevesznek, csak annyi, hogy kiírja, hogy észrevettek-e vagy nem. Igen, és le fogok cserélni kőre mindenféle fa létesítményt is. Jó, mert izével fel is tudod egyből upgrade-elni ugye ezzel a clay-jel ugye a térkőblokkodat, és akkor duplázódik már egyből a durability-je. Kicsit pihenek, mert iszonyatosan lassan szeri így. Nem sok értelme van így, viszont iszunk is egyet. Ez a legjobb, gyerekek, egyébként. Hűtés, ugye sivatagban a legjobb. Yucca juice mindig nyomjátok, gyerekek. Az egy nagyon, nagyon szuper jó dolog. Még van sörünk is. Az is jó. De viszont a Yucca juice szerintem az egyik legperfektebb ital. Főleg sivatagban, ugye. Főleg, hogyha tényleg full a sivatag, ugye, nem ez a szavanna-szerű, mert ott ugye van is lyukka, és ott egyből tudod szedni, és több intelen mennyiségűt össze tudsz szedni, akkor nem is kell izé, nem is kell vízzel bibelődnöd. Mennyi bőrünk van? Bőr az kell majd, kell csinálnunk akkor fújtatót is, és akkor egy forge-ot is, hogy tudjak majd fémmel dolgozni. Hát ez meg már földet szedem, hülye vagy, Keeper? Jó, mehetünk. Oké. Flexstone ez az, amelyik ugye nekem kelleni fog. Megyek vissza. És akkor nekiállunk védelmet kialakítani. 16:37 van. Pont még időben vagyunk szerintem. Jó, ez jó lesz ez. Ezt viszont jó lenne kiütni ennek a kandallónak a sarkát. 1200, Jézus Mária, gyerekek. Ennek nem, ezt nem ütjük ki ennek a kandallónak sarkát. Ezt már most látom. Viszont itt lesz az ajtó. Újra gondoltuk, a sarkon lesz az ajtó. Az. Oké, ott lesz az ajtó. Azt a
részt ezt be kell falaznom. Ide kell, hát mondjuk csinálok egy 10 darab ilyet. Nem 45 tizet. Oké. Okay. Sokat kivesszük addig, ezt berakjuk addig. És akkor csinálunk oszlopot is. Igazából szerintem ugyanaz a durability-je van. Akkor csinálunk 50-eseket. Pillart. Ebből mondjuk csinálunk egy 20 darabot, egy 10-et, jó? 10-et. És akkor megvan az ajtó is, és akkor meg fogjátok látni, hogy én miben gondolkodok. Jó, építkezzünk. Akkor ezt itt mindenképp befalazás lesz. Jé, ennek új skinje van, és sokkal jobban néz ki. Jaj, de jól néz ki. Új textúrát kapott, nagyon tetszik. Ezt ki kell ütni. Na, látjátok, ezt meg is javítom, mert mindjárt úgyis elromlik. Szóval csak idegeskedsz vele. Ez az. Meg fogjátok látni, mibe gondolkodok. Szerintem egy jó megoldás. Szóval annyi, hogy az tényleg jó lett volna, hogyha ki tudom ütni, de hát... Ha nem, akkor nem. Oké. Okay. Ja, hát ezt majd elbontom. Mindenképp ki kell azt onnan meszelnem. Jó, és akkor jöhetnek ezek. Ez az. És akkor mondjuk... Jó, mit tekergetek egy oszlopon mi? És nagyon gondolkozóba vagyok. Ezt lehet, hogy szar helyre raktam. Hát, hogy ezt inkább oda kellett volna, majd kiütjük onnan. Jó. Filózunk, várjál, ajtó. Ajtót le kéne raknom, és akkor jobban látom. Uh-huh. Ide. Ez tök jó. Hú, gyerekek, jó legyen. Nagyon gondolkodok rá, hogy kellene. Na, az a lényeg, hogyha bejönnek azon a lukon. Ugye én tudom azt csinálni, hogy tudom őket ütni is ezen keresztül, ők nem érnek el. És tudom azt is csinálni, hogy viszont még ilyen kellene. Mennyit tudok ilyet max csinálni? 35 darabot, gyerekek. Van egy még egy nagyon nagy ötletem egyébként ebből. Kifolyólag. Hogy csinálhatnák magamnak ide belőle egy ilyen pánik szobát. Hogyha nagyon betörnek, akkor oda be tudnék bújni, és akkor ott még meg tudnám magam védeni. Úgyhogy itt mondjuk, itt lehetne a pánik szobám, itt. Csak annyi, hogy én beférjek, és ugye meg tudjam magam védeni. Annyi lenne. Hát, kicsit növelném a túlélési esélyeimet szerintem. Viszont ez a bejárat, ez egyszer, ez így jó. Ez így akkor frankó, ott ezt fel kéne javítanom. Úgy. És akkor még ezeket fel tudom upgrade-elni, és erősebbek lesznek, ugye. Na, azt akartam, hogy ezt viszont itt ki fogom ütni, mert ez nem tetszik. Ez se gyenge, gyerekek, ez se gyenge. Blokk. Na így, srácok, a bejárat akkor így lenne megoldva. És akkor ugye tudok itt lőni ki, tudok lőni meg minden, ezt odébb rakom egy picit, nem kell itt lennie. Sőt, akkor ezt majd be tudom rakni, ugye a... Lehet, hogy ki kéne mennem még, és akkor tudnék alapanyagot szedni, és akkor... tudnám ezt fejleszteni tovább. Na, hát ez egy ilyen korrekt dolog lett. Korrekt. Igen, tudom, hogy nem olyan szép. Viszont annál hatékonyabb. Igen, és azt mondtam, hogy ennyire fel tudom upgrade-elni. Tudom, hogy nem a legjobb, de azért nem olyan, nem rossz. Nekem most ez nagyon bejövős. Kéne még egy kis... mit, clay-t kellene, vagy követ?
Mind a kettőből van, nagyon jó. Viszont egy kis klét még kéne gyűjtenem. Mert akkor azt megint fel tudnám használni. Oda nézzetek, gyerekek, nagyon király. Nagyon király, ugye az a baj, hogy vannak mindenhol még fa lyukak, azokat ugye ki tudom cserélgetni. Na, hát ez az a célom, hogy nem akarok föld alá menekülni. Azt akarom megpróbálni, hogy ugye frankon föld-föld tudjak túlélni, és akkor az úgy tök jó lenne. Na, mi ez a zombi, ezt meg kéne ölnem. Idegesít. Ben pont a lyukamba mászkál. Hol mászkálna máshol, mi? Hát ez meg... Basz meg, most meg elmegy. Nem megy el. Ez valami... A őrült motoros állat. Basz, mekkora vagy, te hülye. Hulk! Mi az a tököm állat? És nyakon vágla, köcsém. Lecsaptam a fejét. Zombie biker. Ó, ott van a sör. Ez jó, meg dollár. Na gyerekek, ez nem is volt olyan rossz. Kezdett elni az inventorim. Na, egy kicsit ásunk. És akkor csinálunk éjszaka meg egy pánikszobát magamnak belőle. Amelyik nagyon brutál jó lesz, gyerekek. Ez nagyon szuper. Viszont a pánikszobába... Jó lenne úgy megcsinálni, hogy valahogy úgy tudjak bejutni, hogy föld alatt. Hű gyerekek, ott van két csaj. És nincs kedvem csajozni. Ne, a földet ásod, keeper, szóljatok gyerekek! Mi ez homok? Vagy mi van itt már? Szar helyen ástam. Volt nála pénz, meg izéig. Nem is tudom ki... valaki írt valami kommentet, egyszer azt írta pénz. Eszel. Mondom, az igen. És néztem is, valami idősebben srác volt. Valaki bazzá nem tudja meg izéig... Mit olyan 30 éves korára nem jön rá, hogy a pénzt hogy írják. Pénzrek, nem pénztek. Meg hogy ejtik. Ez már nagyon kemény, nem? Jó lesz ez, gyerekek, jó lesz ez, és akkor húzzunk bele. 19.39, sokáig nem akarok kimaradni, menjünk. És megcsináljuk a Miki is saját. Látok, ezt viszont felupgrade-elem. Megjavítom, nem tudom megjavítani, ne szórakozz el. Miért nem? Na, majd csinálunk másikat akkor. Na, ugye közelharci cucc is kéne. Ugye ki tudok ütni a onnan. Úgy gyerekek, azt kell, akkor föld alatt kell bevenni. Ugye a zombi nem fog föld alatt bejutni. Amint az én kis zombi váromba. És akkor ott gyakorlatilag egy panic room lesz nekem, amiben gyakorlatilag tudok ott híderezni. De ez most, én megmondom őszintén, nem vagyok egy olyan egoista balfasz. De ez most nekem nagyon tetszik. Na a panic szobát azt meg úgy akarom megcsinálni. Neki is állunk ám egyből. Hogy... De nagyon sötét van, mi? Azt majd kell csinálni, ha ezért világítás. Na, pánik szoba akkor legyen úgy, hogy egy blokkra legyen itt. Hogy el lehessen azért közlekedni, érted? Így. És akkor ugye így. 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 Bedrolt felvesszük, de egyből le is rakom, nehogy megszívasson valami. Jó lesz addig ott. Hát mi a faszom, hogy csinálj, imádkoztál, öcsém? Ne szórakozzál. Jó, ez hány blokk legyen? Igazából van szimmetriát vigyünk bele. Nem baj, ha nagy. Mit tudom, egy bedrollnak a helye meg lesz. És akkor ez hány várja? 1, 2, 3, 4, 5, 5x 5-ös lesz akkor. 1, 2, 3, 4, 5. Na, sajnálom, de itt elfoglal egy marha nagy helyet. Viszont úgy érzem, hogy itt akkor biztonságban tudok lenni.
Na, srácok, egyelőre most kéne csinálnom még ilyen blokkot, ugye? Ja, nincs izajom, az nincsen, jó. Pillanat. Csönk ilyet. 150, igen, most ezt fel fogom használni az összeset erre. Jó, igen. Igen, csinálni fogok neki helyet, ugye itt eltüntetem azokat a dolgokat, ilyesmi, és akkor ez jó lesz. És akkor, igen, ez, na, hát, bocs gyerekek, de közben gondolkodok, hát valami hasonló szerintem, ez tök jó. Azt kell megoldanom, hogy fölül is, ugye, ezt minél hamarabb kicserélni, minél erősebb anyagra, és hogyha majd betonozok, vagy bármit csinálok, azt ugye fogunk, akkor mindenképp az lesz, hogy ez, ha lesz betonom, ezt fogom megerősíteni legelőször. A pánik szobámat. Ugye, amíg... Most ez mit művel ilyenkor, imádkozik egyet? Amíg még ugye nincs elég erős bázisom, addig kell egy ilyennek lennie. Ja. Igen, itt kell egy bejárat majd. A bejárat, az meg valószínű, hogy akkor itt szembe fog lenni. Lehet, hogy egy kicsit távolabb, lehet, hogy nem lenne hülyeség, egy picit távolabb. Ugye, hogy zombit őrjön, nehogy véletlen beleessen. Ezt a bedrollt be is viszem a pánik szobába. Jó. Ez a közbe készül. Jó van, gyerekek. Annyit még meg tudok csinálni most, hogy ezt itt fel tudom upgrade-elni ugye agyaggal. De lehet, hogy inkább most majd az pánik szobára fog gyűjteni. És itt ki fogom pucolni ugye, hogy teljesen körbejárható legyen, hogy a zombik azok gyakorlatilag körbe tudjanak futkozni. Na, kezdjük el. Akkor a izei kellene. Ugye pont középen legyen akkor a feljáró. Így, itt lesz ugye a csapóajtó. Itt fogok tudni feljönni. És itt tudok gyakorlatilag... Hát ez egy tipikus pánik szoba, nagyon... Nekem bejön nagyon. Ugye az a gond ezzel a résszel itt az ajtóban, hogy oké, hogyha itt akarnak támadni, de nem biztos, hogy ott fognak, hanem lehet, hogy máshol. Lehet, hogy majd bejutnak, betörnek a falon, de egyébként az célom, hogy sok helyre rakok ilyen oszlopos részeket, ahol ki tudok lőni. Mondjuk egy ilyen fél falakat, hogy átalakítok ilyenné. Nem lesz szép, mármint ez úgy nem szép, ugye? Hát valószínűleg, hogy egy ilyen pánik szoba, egy ilyen épület belsejében elég fura, hanem hatékony akarok lenni. Most nem arra megyek, hogy marha szép legyen, hanem tényleg, hogy hatékony. Ezt meg behozzuk a pánik szobába megint csak. Ilyen izik gyertyákat majd másik házakból ki kell lopnom, hogy lássak azért többet. Oké. Jó. Szerintem elbúcsúzok, srácok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy tetszett ez a rész. Hát megpróbálom alakítani. Még mindig nem haltunk meg, és ennek ez most nagyon büszkeséggel tölt el. Őszinte megmondom. Nem egy nagy eredmény, de akkor is. Oda nézzetek, gyerekek. Na, ez jó lesz. Ugye nekünk ilyenünk volt, és akkor most lesz ilyen iron. Vassal megerősített. Király. Oké, na, innen folytatjuk a következő részbe. Írjatok tippeket nyugodtan, ja igen, a mennyezetet is mindenképp ki fogjuk cserélni, és akkor ez a pánik szoba, ez egy ilyen őrült, szuper erős cucc lesz. Na, jók legyetek, köszi a figyelmet, sziasztok!